hosszú tél után mindenki várja már a tavaszt. Mi is így vagyunk ezzel, de nekünk a tavasz igazából akkor érkezik el, amikor a bihari hegyekbe elkezdenek nyílni a krókuszok. Ez általában április elején következik be, és még május elején is fent a hegyekbe találunk virágzó krókuszmezőket. Utunkat általában Békéscsabán kezdjük, és Bihar megye Dimbes-Dombos tájai után érkezünk be a bihari hegyekbe, a Köves-Körös völgyébe, ami egy igazi hegyi folyó, de nézzétek a felvételeket, milyen csodálatos. Szeretem ezeket a köveket egymásra pakolni, mert ugye nézzétek, van látnivaló, csodálatos háttér, környezet. Mert ilyenkor tulajdonképpen egy pár percre kikapcsol az ember, és próbáljátok meg ti is, igazából nem olyan nehéz, és ne csak ilyen lapos köveket egymásra, hanem ilyen különleges köveket is próbáljátok megtenni. Szép, igaz? De még rakok a tetejére. Utunkat a Köves-Körös völgyéből folytatva először a Boga völgyébe, majd onnan a Bogakatlanba jutunk. A Smidlü vízesés elképesztő mélyvágást ejtett a hegyekbe, amit meg se lehet közelíteni, de most drónos felvételeken láthatjátok, hogy milyen szép. Szintén a Boga völgyéből juthatunk el a Három Királyok vízeséshez, aminek a legalsó része a leglátványosabb, ami mögé be is lehet állni. We'll be right back.
és a Bogovölgy után irány a Bádis-fennség, ahol a késő tél fogad, vagy a kora tavasz. Bál rét és a csillagtér krókuszmező után egy kicsit tovább merészkedünk a Varasóhvasokhoz. Innen csodálatos panorámát nyújt a Boga völgy. A Varasóhvasoktól repüljünk tovább a Nagyhavas felé, ahol még a tél az úr, és itt csak bő két hét múlva fognak nyílni a krókuszok. És itt vagyunk a Varasó-tó környékén. Tavaszi kirándulásunkat a Ponorrétnél fejezzük be, ahol nem is rét van, hanem egy kisebb tó. Tartsatok velünk máskor is, és ne feledkezzetek el feliratkozni ide a YouTube csatornánkra.